Sábát traktátus 5. fejezetében, 54-es lap, és az elmúlt napokban a állattartással kapcsolatos, különböző az állatokra biggyeztett, állatokra rakott dolgokkal foglalkoztunk, mint a kantár, a vezetőszár, kötőfék, és tőgyvédő, és hasonló. Úgyhogy még mindig ezt fogjuk folytatni. Az 54-es lap tetején a Talmud idézi a Misnát, ugye a Misna, amikor felsorolta, hogy mivel lehet kiengedni az állatokat a közterületre, és mivel nem szombaton, akkor a felsorolásban volt mindenféle olyan meghatározás, ami nem teljesen világos, nem csak egy magamfajta totális analfabéta, állattartásban analfabéta számára, hanem még a talmudi bölcsek számára is. És ezeknek a tisztázása folytatódik. Ilyen volt például a rechélim jöjtsöz kvulojsz. A bárányok kimehetnek felkötve. Mit jelent az, hogy felkötve? Mit kötnek föl neki? Máj kvulojsz, se mechavlin aljase lehem lemátok, de se löj jálu alejem a szharim. Ez azt jelenti, hogy le van kötve a farkuk, azért, hogy a hím állatok ne hágják meg őket. Máj másma de háj kavul lisna de le avat périhu. Honnan tudjuk, hogy ez a szó a kavul, amit lekötöttnek, vagy felkötöttnek, most az esetben lekötöttnek, fordítunk, az azt jelenti, hogy valami olyasmire utal, amikor valakinek nincsenek gyermekei, nincsenek utódjai, az utódnemzés visszatartására utal. Dixiv, ahogy írva van, megtaláljuk ezt a kifejezést, és ez egy általános talmudi hozzáállás, vagy a talmudi gyakorlat, inkább így fogalmaznék. Ha van egy kifejezés, aminek nem tudom pontosan a jelentését, próbálok találni a bibliai szövegben, a Tanakhban egy olyan helyet, ahol ezt a kifejezést használják, és abból a kontextusból és értelemből, amit ott jelent az a kifejezés, átvonatkoztatok arra a helyre is, ahol éppen elbizonytalanodtam a kifejezés jelentésében. Nos, ezt a kifejezést, vagy legalábbis ehhez hasonló kifejezést találunk a Királyok könyvében, ahol arról van szó, az első Királyok, egyes Királyok könyve, 9-es fejezetben, arról van szó, hogy Salamon király Hírám királynak adott egy bizonyos területet, és ő azt mondta, nem volt elégedett ezekkel a területekkel, és azt mondta Salamonnak, meha arim, ha élásen a szátili achi. Testvérem, mik ezek a városok, amiket itt, amivel kiszúrtad a szemem? Vagy Jiklarahem, Ereckuládajomaze, és emiatt a mai napi Kavul földjének nevezik ezt a területet. Ez nem Kabul, különben az is lehetne, hanem Kavul. Kavul, kvulim, ugyanaz a szó kvulojsz, mint amiről itt szó van a bárányok kapcsán. Máj erec kavul. Mi az, hogy kavul földje? Amara funase hajubab ne adom sem hubalim be keszefú zahav. Azt mondta erre, funa, ez az a föld, amelynek lakói teli vannak kötve pénzzel. Amár, mert a kavul az ugye valamilyen módon kötést, megkötést jelent. Amár ravve ihachi hajnuk szív le jasrbe inov. Erre azt kezdte Rave, akkor meg miért van a mondat folytatásában, hogy nem tetszett neki ez a terület? Hogyha tényleg olyan sok pénze volt ott mindenkinek, hogy teli voltak kötve pénzzel, akkor mi nem tetszett ebben? Népnésem, hubalimbe, keszefle, jasrbe, inov, azért, mert teli voltak pénzzel, ezért nem tetszett neki? Ez általában jó, az egy gazdag terület. Akkor miért nem tetszett? Amar lej, in kivendál szirime fánkile avde avdissa. Szóval igen, nem tetszett neki. Túl autonómak voltak ezek a lakosok ezen a területen. Sok pénzük volt, ezért nem nagyon hallgattak a királyra, és nem akarták a király szavait teljesíteni. Akkor innen vesszük azt, hogy a kavul az megkötést jelent. De valami olyan megkötést, ami valamilyen visszatartásra utal, és ezért a misna nyelvhasználatában is a kavul az azt jelenti, hogy a báránynak farkát lefelé megkötik, azért, hogy
egy fogamzásgátló gyanán, hogy a hím az ne tudja meghágni. Ebb Nachman bár Yitzchak Amar Eretz Chömton Hajsza Vá Májkör Illa Kavul, Yitzchak bár Nachman ugyanerre a mondatra, vagy ugyanerre az idézetre a királyok könyvéből azt mondja, hogy szó nincs arról, hogy ez egy gazdag terület lett volna, és nem azt jelenti a felkötés, a megkötés, hogy teli voltak pénzzel, és bele volt, még a ruhájukba is pénz volt kötve, hanem mit jelent? Ez egy olyan terület volt, ami egy száraz, sós föld, töredezett száraz, sós föld, ami teljesen alkalmatlan volt bármire. Miért nevezték kavulnak, megkötöttnek? De mi strágabba kára át kavla. Olyan rossz volt a föld, hogy az ember csak besüppett bokáig a földbe. Ugye a kavul az nem csak kötést jelent, hanem bokát is jelent. És Amri Incsi, Áram Mach Baladilai Avid Piri, és erre mondták, az emberek ezért nevezték ezt a területet, olyan földnek, amin az ember bokáig süllyed benne, és nem hoz gyümölcsöt. Tehát mindenképpen akkor a kavul az azt jelenti, amikor valami úgy van felkötve, megkötve, hogy valamilyen negatív értelemben van megkötve, tehát hogy nem képes gyümölcsöt hozni, nem zeni, és így tovább. Oké, aztán szó volt a következő dologra a misnában, erre Chélesz Jajcac Kvunosz. A bárányok a kvunosszal is kimehetnek. Mi volt ez a kvunosz? Azt úgy értelmeztük, hogy egy olyan gyapjúvédő, ami védi a gyapjúkat, amíg még a gyapjú rajtuk van, attól, hogy összepiszkolódjon. Máj kvunosz, se me chabdin oiszaile meilász. Azt mondja a Talmud, ahogy megszületik a kisbárány, rárakják a testére ezt a védő valamit, anyagot, hogy ahogy nő, a gyapjúja az ne piszkolódjon a legelészés közben. Kérdőt nám. Se észke cemella van, ahogy tanultuk, hogy a leprás betegségek meghatározásánál a Tóra mindenféle jelet mond, mindenféle paramétert mond, ami alapján meg lehet határozni, hogy az illető valóban leprás betege vagy sem. És az egyik olyan sebhely, amit a Tóra megnevez Mózes harmadik könyvében, az a se'ét. A Talmud azt mondja, hogy a se'ét az olyan színe van, mint a fehér gyapjúnak. És a Talmud fölteszi a kérdést, mi az, hogy fehér gyapjú? Amarav bibi barabájaket szemen nakiben jöjjmése mechánina és szemle mélász. Szóval ez olyan, mint a kisbáránynak, az egynapos kisbáránynak a gyapjúja, amit betakarnak, hogy olyan is maradjon. Szóval olyan fehér kell, hogy legyen a leprás seb, ahhoz, hogy leprás sebnek tulajdonítsuk. Oké, akkor bárhogy is legyen, ezekből mind látjuk, hogy a kvunosz kifejezés az azt jelenti, hogy föl van kötve rájuk egy valamilyen ilyen védő mellény, ami védi a gyapjújuknak a minőségét. Vagy izim jajcész cruros, a kecskék pedig cruroszként kimehetnek. Ugye mi volt a cruros? Cruros az azt jelentette, hogy tőgyvédővel kimehettek. Most ugye itt az első vélemény az volt, hogy a tőgyvédővel bármilyen célból lett rárakva a tőgyvédő, akkor az nem számít tehernek a kecske számára, és ki lehet menni. Milyen célból lenne rajta, mi az, hogy bármilyen célból van a tőgyvédő. Ugye, és akkor erre azt mondtuk, hogy itt két okból, két céllal tették fel ezeket a tőgyvédőket, vagy azért, mert ki akarták szárítani a tejét a kecskének, vagy azért pont, hogy felfogják a tejét a kecskének. És ugye azt mondta a Tanakáma, az első vélemény az volt, hogy független attól, hogy a tej felfogásra volt, vagy független attól, hogy kiszállítása volt, ez meg van engedve. Ugye idéztünk később két másik véleményt is, de ugye Huda azt mondta, hogy a kiszállításra felrakott tőgyvédő az rendben van, a tejfelfogásra való tőgyvédő az nincs rendben. Ugye itt ennek az a logikája,
hogy melyik szolgálja a kecskét, és melyik szolgálja a tejet, melyik tölgyvédőnek mi a célja. És Rabbi Yossi pedig azt mondta, hogy egyik sincs rendben, sem a kiszárításra, sem pedig a tejfelfogásra felrakott tölgyvédő. Itt már Rav Amar, ha lachak Rabbi Yehuda, Shmuel Amar, lachak Rabbi Yossi. Most ezt a vitát ezt folytatták a későbbi nemzedékekben is, Rav és Shmuel. Rav Rabbi Yehuda véleményén volt, aki azt mondta, hogy a tejfelfogásra felrakott tölgyvédő az nem megengedett, de a kiszárításra felrakott tölgyvédő az megengedett. Shmuel Amar, ha lachak Rabbi Yossi, Shmuel viszont a szigorúbb véleményen volt, és ő azt mondta, hogy egyik tölgyvédő sem megengedett. Mindegy, hogy miért vették föl. Vikannid, Mászlina, Svájszor, Vápén, Fsej. Vannak, akik egy szemantikai különbséggel ezt a megjegyzést, ezt önmagában külön tanulták, nem a Misnához kapcsolódóan, a tartalma az ugyanaz. Ráva Marle, Jábes, Mutar, Vlojle, Halev. Ráva azon a véleményem van, hogy a kiszállításra felrakott tölgyvédő az rendben van, de a tejfelfogásra felrakott tölgyvédő az nincs rendben. Smuel már Echodze, ve Echodze, Aszor, Smuel pedig azon a véleményem van, hogy mind a kettő tilos. Mika de Másznila, ha, és vannak, akik megint csak kicsit másképp, más megfogalmazásban tanulják ugyanezt a, vagy tanították ugyanezt a tanítást. És következőképpen, Izim Jöjtse, Strölszle, Jámesevel, Löjle, Halev. A kecskéket ki lehet engedni a tölgyükre, szárítás célra felrakott tölgyvédővel, de nem a tejfelfogásra felrakott tölgyvédővel. Mi sem Rabbi Yehuda ben Seira, Amru Kaha Laha. Rabbi Yehuda ben Seira azt mondta, hogy ez a halacha, aval mi méfis, ézele jábes, ézele halva. De ki tudja megkülönböztetni, hogy a tölgyvédő miért lett rárakva? Rendben van, hogy ez alapból, teoretikusan ez a halacha. Teoretikusan az a halacha, hogy az a tölgyvédő, ami a tejfelfogásra van föltéve, az tilos, ami a szárításra van föltéve, az megengedett. De ki tudja ezt? Ránézel egy tölgyvédőre, tudod, hogy miért lett fölrakva. Mi ennek a jelentősége a gyakorlatban? Tehát én már kivin, echodze azzal. És mivel nem lehet megkülönböztetni a kettőt, ezért bár teoretikusan az egyik meg lenne engedve, a másik tilos lenne, mind a kettő tilos. Omer Shmuel, van le marav Yudamarav Shmuel, halacha kerem jövő szélre, és erre azt mondta Shmuel, a halacha az Rav Yudamarav Shmuel, ami azt mondja, hogy gyakorlatban, hogyha legközelebb egy kecskére tölgyvédőt teszünk, tudjuk, hogy mindegy, hogy a tejfelfogásra, vagy a kiszárítás céljára tettük, mind a két esetben nem hagyhatjuk a kecskét a közterületre kimenni a tölgyvédővel. Ki azt a Rávin, amarábi, hogy őjjön a halacha ketánakáma, Rávin pedig azon a véleményem van, hogy a halacha az Tanakáma véleménye, hogy a Tanakáma volt a legmegengedőbb, és azt mondta, hogy mindegy, hogy milyen tölgyvédő, ilyen, olyan, amolyan, mindegyik tölgyvédő megengedett. Ezzel befejeztük az előző misnának az értelmezését, és most olyan a következő misna, ami még mindig ezekkel a különböző, különböző ilyen kiegészítőkkel foglalkozik. Míg az előző misna az arról beszélt, hogy mi az, amivel kimehetnek az állatok a szabadba. Most ez a misna a másik oldalról fog foglalkozni, hogy mi az, amivel nem mehetnek ki. Én a jajca, mivel nem mehetnek ki a közterületre? Laj éjce gamol betmetul telesz. A teve ne menjen ki a nyeregtakaró övével. Gondolom, hogy ez az a nyereg, amennyire értettem a kommentárokból, hogy a nyeregtakarónak az alján van egy ilyen öv, amit alul megkötnek, és ezzel, ha ez nincs megkötve, csak úgy lóg, azzal ne menjen ki, mert akkor tehernek számít. Laj akud ve laj ragul, összekötött lábbal ne menjen ki, ve hén sarkal a beim, és ugyanígy az összes többi állatra ugyanúgy vonatkozik ez a szabály. Ugye miért nem mehetnek ki? Ugye itt mindig arról van szó, hogy az, hogyha visszaemlékszünk, hogy az, ami az állatot szolgálja, az, vagy azt szolgálja, hogy az állatra vigyázzak egy normális szint szerint, tehát, hogy vigyázzak abban az értelemben, hogy elszaladjon, elszabaduljon, az meg van engedve. De olyasmi, ami nem az állatot szolgálja, hanem az én teherhordási, vagy más szempontjaimat szolgálja, vagy pedig túlságosan a kelleténél erősebb őrzése az állatnak, vagy gyengébb őrzése az állatnak, akkor ezek,
ezekben az esetekben mind tilos. Most ebben az esetben, amikor összekötött lába van, meg van kötözve az állat, bilincsbe van verve az állat, akkor az a keleténél erősebb őrzés, és ezért az tehernek számít az állat számára, és ez tilos. Oké. Mint a jikség málim zebe zeb jimsach, az ember ne kösse egybe a tevéit, és úgy húzza az elsőt. Ában machtis havolim le teich jadevi jimsach, de az összes tevének egyesével a kötelét egybefoghatja a kezében. Ugye azt nem lehet sem, hogy az egyik tevét hozzákötöd az előtte levőhöz, azt hozzákötöd az előtte levőhöz, azt hozzákötöd az előtte levőhöz, ahogy a filmekben lehet látni, hogy hogy viszik a tevéket, és a legelején viszed az elsőt, ezt nem lehet. Azt lehet, hogy az összes tevét külön-külön egybefogod, az összes tevének külön-külön a kötelét. Szó lesz róla, hogy mi a különbség. Az a lényeg viszont, hogyha ezt csinálod, akkor se kösse csomóba a kezedben a köteleket. Oké, ezzel vége a misnának, és most kezdjük értelmezni a misnát. Na, lo jejcágamba be mitu teleszak sura lo jebiz navajával jejcébe hú mitu teleszak sura biz navajú vechatártal. Azt tanultuk egy brájtában, hogy amikor azt mondtuk, hogy van egy öv, a nyeregtakaró öve, a nyeregtakaró övével ne menjen ki a teve. Ugye mi azt mondtuk, hogy ez a nyeregtakaró öv, ez egy olyan öv, amivel megkötik a nyeregtakarót az állatnak a hasa alatt. De a Brájta nem ezen a véleményen van, azt mondja, hogy miről szól ez a nyeregtakaró öv. Ez egy olyan öv, ami a nyeregtakaróhoz van kötve, és a farkához van kötve, vagy pedig a púpjához van kötve. Ugye? Azt mondja a Brájta, hogy az a nyeregtakaró öv, ami a farkához van kötve, azzal nem mehet ki, de az a nyeregtakaró öv, ami a farkához és a púpjához van kötve, azzal kimehet. Nem világos teljesen, hogy mi a különbség, vagy mi az oka annak, hogy csak a farkához van kötve, akkor az nem jó, hogyha a pupjához és a farkához van kötve, akkor viszont jó. Mindegyik esetben azért van ez a kötés, hogy ne essen le róla a nyereg. Nem teljesen világos, hogy mi a különbség, és a kommentárok valami föl is tetszik a kérdés, nem egyértelmű, hogy miért lehet az egyikkel, és nem lehet a másikkal. Mindenképp ehhez még hozzáteszi Amarababara Funa, Jajcága Amadömötul Teleszak Suralab Siliasza, a méhlepény, amihez hozzá van kötve a nyereg takaró, az úgy rendben van. Arról van szó, hogy ha nem akarom, hogy a nyereg takaró leessen, az ugye ne ugráljon túl sokat a teve, akkor valami olyan dologhoz kell kötni a testén, ami fájdalmat okoz neki, hogyha túlságosan ugrálna. És akkor ez gondolom, hogyha előfordult, hogy egy teve ellett, és még kilógott belőle az ellés után a méhlepény, akkor ahhoz hozzákötötték, elég kegyetlennek hangzik, ahhoz hozzákötötték a nyeregtakarót, akkor nem ugrált sokat, mert nagyon fájdalmas volt neki. Oké, ezzel tisztáztuk a tele nyeregtakarójának, az övének a kérdését. A következő téma az, amikor azt mondta a misna, hogy összekötött lábakkal nem szabad kiengedni az állatokat. Loj akud, ve loj ragul. És itt két kifejezést használt. Akud és ragul. Mind a kettő az összekötött lábakat. Mind a kettő összekötött lábakat jelent. Azt fogjuk próbálni tisztázni, hogy melyik összekötött lábat jelent. Akud. Amarem Yehuda akud, a kidaszi jádvereggel, ki Yitzchak ben Avraham. Az akud az, amikor a kezét és a lábát összekötik egymáshoz kötik valakinek. Ragul, shillai akafi adaj, algábez rajaj. A ragul az pedig az, amikor a lábának az alsó részét hozzákötik a felső részéhez így, és akkor az egyik lábát így fölkötik,
és akkor csak három lába van az állatnak, és nem tud olyan gyorsan menni, és ezzel próbálják elérni, hogy ne meneküljön el. Akkor a okud, az tulajdonképpen a bilincsbe verés, amikor a lábait és a kezeit, tehát az első két és az utolsó két lábát azt összekötik, ugyanúgy, mint Ábrahám és Izsák esetében, amikor azt lássuk, hogy Ábrahám ugye megkötözte Izsákot az oltárral, akkor ugyanezt a kifejezést használja a Tóra, a kédas icchak, akud. A ragul, az pedig az, amikor az egyik lába hozzá van kötve, meg föl van kötve, mint mondjuk, mint amikor valakinek gipszben van a keze, és így van a keze, és akkor csak három lába van. Mészvei, akus, tejaglájim, stejaglájim, ragul, sülő, akuvi, addajál, gábbél, az övé is. És úgy tűnt a Rabbi Huda értelmezéséből, amikor az akudról beszélt, akkor nem feltétlenül arról beszélt, hogy mind a négy lába össze van kötve, hanem az első lába a hátsóval, és az első lába a hátsóval. Viszont, vagy akár csak kettő a négyből. Viszont van egy brájta, ami egyértelműen azt mondja, hogy az akud az azt jelenti, amikor a két lába és a két, az első két lába és a hátsó két lába, mind a négy van összekötve. Huda már kihájtán, de tánja akud, a kédesz jár a reggelős térdelmes térreglám, és akkor fiadal, gábéz rajaj, vigyik sajön. Azt mondja, Talmud, igen, valóban ez így van, de ugyanakkor van egy másik brájta, ami azt magyarázza, hogy az akud az jelentheti ezt is, és jelentheti azt is. Jelentheti azt is nyelvi szempontból, hogy mind a négy lába össze van valakinek, vagy valaminek kötve, és azt is jelenteti, hogy csak a lába a kezével az egyik oldalon, vagy a lába a kezével a másik oldalon. Vákáti lojdomi, bisléma reiseve szeifa niha, meciasa kása. Azt mondja a Talmud, oké, de még mindig nem stimmel. Ezek szerint az akud az vagy azt jelenti, hogy mind a négy lába össze van kötve, vagy azt jelenti, hogy a lába a kezével, vagy azt jelenti, hogy két lába a négy közül össze van kötve. De mindegy, hogy az első kettő, vagy a hátsó kettő. Rabbi Hudától viszont úgy tűnt, hogy ő mindenképp azon van, hogy a lába van, az első lába a hátsó lábában. Nagyon komoly mélység megy itt a Talmud, hogy mit jelent ez a szó, hogy akud. És végén azt mondja el a Huda, aki hájtán a akud, a kidesz járva reggel, aki icchak, nem ramsi, akkor fiadajál, gábi, izraim, ragos, is. Azt mondja a Talmud, oké, de akkor valójában van egy harmadik brájta, amire hagyatkozik Rabbi Huda, amelyik egyértelműen azt mondja, hogy az akud az az első láb és a hátsó láb összekötését jelenti. Akár mind a kettőt, vagy akár kettőről, akár négyről van szó. Magyarul három vélemény van, mit jelenthet az, hogy akud? Vagy azt jelenti, hogy bármelyik lába össze van kötve bármelyik lábával, vagy azt jelenti, hogy mind a négy lába össze van kötve, vagy azt jelenti, hogy az első lába a hátsó lábával. Ella, de jikserg málin máj tájma, mert a vási misum, de mehzeg kemám, de azért lehinga. Azt mondja a Talmud, ugye a következő rész a misnában az volt, hogy a tevéket nem szabad így összekötni, ugye úgy, hogy sorba vannak kötve, és az elején húzom az első tevét. Azt mondja, mi a probléma ezzel, miért nem szabad ezt csinálni szombaton? Mert a vási misum, de mehzeg kemám, de azért lehinga. Mert úgy tűnik, mintha egy hingába menne a vásárba. Így viszik a tevéket a vásárba, és ezért, hogyha így köti őket össze, akkor olyan, mintha nem is tartaná a szombatot, menne a vásárba. Érdekes héberül, nem is tudtam különben, hogy ennek a kifejezésnek itt van a forrása, mert a mai modern héberben is használják ezt a kifejezést, hogy hinga. De inkább azt jelenti, hogy ünnepség vagy buli. Egy hatalmas buli, az egy hinga. A talmudi nyelvben a hinga az vásárt jelent. Oké. Ával machnis. De mit mondtunk? Hogy viszont nem lehet egymáshoz kötni a tevéket, és az elsőt húzni, de a minden tevének külön-külön a kötelét egy kézbe fogni, azt lehet, mert úgy nem mennek a vásárba. De ennek dacára azt nem lehet csinálni, hogy mindegyik kötelet összefogom, és utána azt rá csavarom a kezemre. Miért nem lehet? Nagyon érdekes. Amere vási, lő sanul ele, innyen kilájém, azt mondja, rá vási, ez nem a szombat törvényei miatt nem lehet, hanem a sátnesz törvényei miatt. Miről szól a sátnesz törvénye? A sátnesz törvénye arról szól, hogy lent és gyapjút nem szabad keverni a ruhában, sőt, nem csak a ruhában, hanem bármilyen olyan anyagban, amivel érintkezem,
amivel érintkezem, és melegítene, vagy jól esne. Tehát mondjuk egy pokrócban sem lehet. Szóval a Talmud itt arról van szó, hogy amikor összefogom a köteleket, ezek általában itt nincs ellenőrizve, hogy a gyapjú és a len nincs keverő. Ezek ilyen kevert anyagból készült kötelek, ezek a pórázok. És a kezemre kötöm, a kezem melegedni fog tőle. És akkor megszegtem a kiláim, a sátnes törvényét. Látom, Tamás kérdezett, hogy hinda az messzibá, nem hinda, hinga, gével, mint Gábor. Hinga. Oké, okay, szóval visszatérve, akkor kiláim. Tehát akkor itt a sátnes a probléma. Kiláim de máj. Milyen kiláim, milyen sátnes? Íleim a kiláim, de adam, vatnán adam, mutanim kunam, lákla is, vagy nimsek. Elebi kiláim, de ha van, milyen keverésről van szó? Ugye én már egy kicsit előre szaladtam, amikor elmagyaráztam, hogy itt a ruhakeveréséről van szó, de a Talmud itt még nem tudja, hogy a ruhakeveréséről van szó. Ugye a keverés tilalma az jelentheti a ruhakeverését is, de jelentheti azt is, hogy például az két külön más fajtájú állattal nem szabad egy igába rakni, nem szabad együtt szántani velük, vagy aratni velük, mondjuk egy szamárral és egy tehénnel. Most ugye az elején a Talmud azt hiszi, hogy úgy tűnik, mintha azt mondta volna Rávási, hogy a keverés tilalma, hogy az ember az állattal, úgy tűnik, mintha együtt csinálnának valamit. Igen, csak azt tanultuk, hogy az ember az állattal, az nem probléma, hogy ember egy állata együtt húzza az igát, az nem tilos, csak két különfajta állat lenne tilos. Tehát ezt nem jelentheti. Ela, be kiláim, de ha valim, hanem akkor itt miről van szó? Hogy a kötelek, amikor rá vannak csavarva, kötve a kezére, csavarva a kezére, akkor az melegíti a kezét. Azt mondja, Talmud, oké, okay, de ez nem számít anyagnak, ez nem egy közös anyag. A tőjéképt hilfálhász, én hiburai Talmud, hogyha csak egy csomón, csak egy kötést kötsz, akkor az még nem számít kötésnek. Le ajlom ki lájm deha valim, ve aki kamár bír vácsele ikrek ve ikse. Azt mondja, Talmud, igen, ez jogos ez a felvetés, itt valóban a kötél az a anyagkeverés miatt tilos, és itt arról van szó, hogy ne csavard a kezedre, és csomózd meg. Na, ha ezt megteszed, akkor az olyan, mintha azok a kötelek már egy ruha lenne, és a különböző típusú kötelek, ami len, és gyapjú, és mit tudom én, de mintha egy ruhává vált volna, és az melegíti a kezedet, és ezzel megszegted a sátnes tilalmát. Oké, okay. Ugye most a pórázról van szó, és még olyan városi emberek is, mint mi, akiknek nincsen haszonállatuk. Kutyánk például van. És arról van szó, hogy a pórázt hogy lehet fogni. Ugye most tulajdonképpen a tevének a kantárja, amiről beszélünk, az a kötél, az ugyanaz, mint a póráz, amikor a kutyát visszük sétáltatni. Azt mondja, a Talmud lehet pórázzal vinni, lehet ugyanúgy, hogy a tevét lehet ugye kötéllel vezetni, de azt mondja, a Smuel vácsila éjcim, tákasz jelöl, tefach. De a póráz vége ne lógjon ki a kezünk túlből egy tefach, egy maroknyi méretre. 8 centit. Miért? Mert az ember úgy tűnik, mintha vinném a pórázt. Hogyha ilyen a póráz, akkor látszik egyértelműen, hogy a kutyát vezetem a pórázára. De hogyha kilóg a póráz a túloldal, az olyan, mintha vinném a pórázt. Ha a tanédve is múlt fahány, most tulajdonképpen akkor mennyit nem lóghat ki? Egy tefachot? Egy ökölnyi méretet? De hát egy másik helyen azt tanultuk, hogy Smuel tanházában azt tanították, hogy két tefachot nem lóghat ki. Amire bája hástadalma Smuel tefach, vagy tanédve is múlt fahány, Smuel lakva májsza, azt mondja, hogy erre feloldja a bája, és azt mondja, igen. Mivel látjuk, hogy a Smuel tanházában két tefachról volt szó, Smuel maga pedig egy tefachot mondott, akkor ebből látjuk, hogy itt arról van szó, hogy teoretikusan két tefach lenne, de Smuel inkább azt mondta, legyen egy tefach, mert a biztonság kedvéért. Szóval igazából, ha két tefachot lógna ki a póráz, akkor tűnne úgy, hogy viszem a pórázt, de azért, hogy ne essünk bűnbe, azt mondta Smuel, hogy ez legyen inkább csak egy tefach. A tánya bilvácsiak viamina kárka tefach. Oké, okay, de van egy brájt, ami azt mondja, hogy az embernek, amikor pórázzal viszi az állatot, csak arra kell ügyelnie, hogy a földtől elemelkedjen a póráz legalább egy tefachra, akkor miért mondjuk, hogy nem lóghat ki? Ki lóghat akármennyit, csak az egyik, hogy ne érje le a földre. Azt mondja, a Talmud ki tánya hibe hávla de beini beini. Azt mondja, nem. Ott nem a
póráznak, arról a végéről van szó, ami a vége, ami kilóg a kezemből, hanem arra a részéről van szó, ami köztem és az állat között van, hogy az ne érjen le a földre, mert ha leér a földre, akkor olyan, mint hogyha vinném, mint hogyha húznám a földön. És nem egyértelmű, hogy nem viszem a pórázt, hanem a pórázzal vezetem az állatot. Okay, ezt a misnát is értelmeztük, és jöhet a következő misna. Még mindig különböző állattartással kapcsolatos rejtelmekről lesz szó. Én hamar jöjjtszöbe már dázbez másaink a súra lajve lajbe zúgs áfalpisú pakuk. Egy szamár ne menjen ki a nyerekt pokróccal, hogyha nincsen ráerősítve, lajbe zúg áfalpisú pakuk, és a csillingelő csengővel a nyakában, akkor sem, hogyha az be van tömve. Ugye arról beszéltünk, hogy más állatoknál elég, ha csak betömöm, mert arról volt szó, hogy ne zenéljen a csengő, ugye zenélni tilos szombaton. De a szamárnál még akkor sem engedhetem ki, hogyha be van tömve a csengő. Majd beszélünk róla, hogy miért nem. Löjbe szulam sebe cávaraj, löjbe cúr sebe ráglaj, és a nem mehet ki a nyakára tett létráról val, és a lábára kötött masnival. De mi az a nyakára letett létra? Később lesz szó, hogy a ugyanúgy, mint amikor manapság lehet látni, nem tudom, azt pontosan hogy hívják, lehet, hogy a kedves nézők majd segítenek nekem. A kutyáknál is rajta, amikor van egy valami rajta valami seb, elmentünk az állatorvoshoz, az, hogy ne nyalogassa és ne tépje fel a sebét, akkor ráraknak a fejére egy ilyen tölcsért, hogy ne tudjon hozzáérni a testéhez. Akkor ugyanezt a szamárnál nem egy ilyen tölcsére, hanem egy ilyen létrával csinálják, mint ha beleraktak volna egy létrát a fejre, és nem tudta a fejét mozgatni. Véna tápnék gönyörű, mi egyszerűen hutim, hogy szóval sem megléljem. A tyúkok és kakasok nem mehetnek ki a különböző masnikkal és madzagokkal, ami a lábukra van kötve. Véna szharim, jöjcim, vággal, se tákász állése lehem. És a hím kecskék nem mehetnek ki azzal, ami a farkuk alá van kötve, hogy a farkuk alá van kötve, hogy a farkukat védje. Bénere chélim jöjcim chanunois, és a bárányok nem mehetnek ki chanunois. Azt majd tisztázzuk, hogy ez pontosan mit jelent. A Talmud fogja tisztázni, én a égel jöjcim gimoin, a borjú nem mehet ki gimonnal, ezt is tisztázni fogjuk, vagy loparabe orha kupar, és a tehén nem mehet ki a sündisznő bőrével, majd erről is szó lesz, hogy hogyan a sündisznő bőre, sündisznó bőre a tehénhez, de mindenképpen ez is egyfajta ilyen tőgyvédő volt, vagy löjbőrű cuasa bengárt nea, és nem mehet ki a szarvai közé kötött masnival. Parosza is, ebben az a zárva, hogy egyszerűen sohasem én, mikor nea, ebből az a zárjának a tehene, az kiment a közterületre a szarvai közé kötött masnival, és a löjbőrcsel hahamim, és a bölcsek nem örültek ennek. Majd erről is lesz szó, hogy ez most miért lényeges. Oké, eddig tartott a misna, most következik a gemara. My time. Ugye azt mondta a misnának az első törvénye, hogy a szamár nem mehet ki a nyerek pokróccal, ami nincs megkötve, hanem csak úgy rá van dobva. My time, Alked Amron, ezt már egyszer elmagyaráztuk. Ugye, mit magyaráztunk el? Ugye, hogy alapból az, hogyha nincs rákötve, az teljesen természetes, hogy nem mehet ki, mert attól félünk, hogy leesik majd róla, és akkor a gazda föl fogja emelni, és vinni fog a közterületen. És korábban ezt úgy értelmeztük, hogy itt arról van szó, hogy nem mehet ki, akkor sem, hogyha rá van kötve, de ez a rákötés ez nem szombat előtt volt, hanem szombaton kötötte rá valaki. És miért nem? Azért, mert ha nem szombat előtt lett rákötve, akkor ezzel már kifejeztük, hogy ez nem az állatnak a érdemében, vagy érdekében lett rákötve, hogy védjük a hidegtől, hanem valaki miattnak egyszer csak eszébe jutott, hogy valami miatt ez fontos az ő számára, hogy rá legyen kötve, és ezért ez tehernek számít, és ezért nem lehet kiengedni. Oké, a következő törvény az volt, hogy a csengő, hogyha be van tömve, akkor azzal nem lehet kiengedni a szamarat,
akkor sem, ha be van tömve. Természetesen, ha nincs betömve, akkor pláne nem, mert akkor az még zenét is csinál. Mishum de mechezeke manda azért le hinga. Most tanultuk a hinga szót. Azért, mert úgy tűnik, mintha vásárba menne vele. A szamárnak akkor szoktak a nyakába csengőt kötni ezek szerint, amikor megy a vásárba. És ugyanúgy, ahogy a tevéket nem lehet egymáshoz kötve vinni, mert úgy tűnik, mintha mennének a vásárba, ugyanígy a szamarat nem lehet a nyakába kötött csengővel vinni, még ha be is van tömve a csengő, mert úgy tűnik, mintha menne a vásárba. Löjve szülöm se be cavarraja, mert a funaki löja, béj löja. Le mája videle, héjhade iszlej mákak, de löj le hádre hájegbe. Szóval mi ez, amiről szó van a következőben, hogy a nyakára erősített létrával nem mehet ki. Ugye ezt mi már tisztáztuk, hogy az, amit a nyakára tettek, hogy az állat ne tudjon hozzáférni a sebhez, ami a testén van, ugyanúgy, mint a kutyáknak ez a tölcse van a fején, és ezt magyarázza a funa, hogy azért teszik rá, hogy a sebet ne tudja fölharapni, fölnyalni. Velöjbre cúlsebe ráglaj, azt is mondtuk, hogy nem szabad, hogy a lábára kötött masnival kimenjen, de a videlejleg izra. Miért tették föl a lábára? Ez nem is egy masni, hanem egy ilyen védő szíj. Miért tettek szíjat a lábára? Azért, hogy a lábai ne ütközzenek össze, és ne sértsék föl egymást. Vénettelne gölöm jöjjcimbe hutin, azt is mondtuk, hogy a következő szabály az volt, hogy a tyúkok és a kakasok nem mehetnek ki a lábukra kötött masnival, de a videlésze mondnak, hogy hejhde lajlech lifu, miért kötöttek a lábukra masnit, hogy a gazdájuk meg tudja különböztetni egymástól a tyúkokat, kakasokat, és ezért különböző masnikkal, különböző színű, stb. Masnikkal különböztették meg őket egymástól. Lajbre cuas ragléhem, de a videlek hejhde lajlis pöjmoni, és ugyanígy egy szíj, ami rá van kötve a tyúkoknak a lábára, azzal se lehet kengedni őket. Miért kötöttek szíjat a tyúkok lábára? Azért, hogy ne törjenek, zúzzanak a lábukkal, amikor a tyúk meg a kakas nagyon gyorsan szalad, akkor a kertben vagy az udvaron a kavicsokat fölpattint a lábával, és azok kár tehetnek valamiben, és akkor egy valamilyen szíjat tettek a lábára, hogy ne legyen annyira gyors a szaladása a tyúknak, kakasnak. Én az harim jöjjcimbán gala, ki hejhede lejle hamta aliasé. Ugye azt is mondtuk, hogy hogy rá van kötve a farkukra valamire nem tudom, minek lehet itt far, gondolom a kecskének, vagy a báránynak, nem tudom, minek van far köztni. Szóval, de miért tették rá, miért kötöttek rá a farkához, hogy a farka ne sérüljön meg a szikláktól. Oké, aztán eljutunk a következő szabályhoz. Én erre Heilin Jöjcös Hanunos, hogy Hanunotként nem mehetnek ki a bárányok. Mi ez a Hanunos? Most itt a legtöbb értelmezés szerint ez valamilyen olyan ilyen beolajozott gyapot, vagy vatta, amit fölkötnek a fejére, vagy valahova, azért, hogy a testhőmérsékletét vagy lehűtsék, vagy melegítsék, ezeknek lesz a különböző variációja, amiről most szó van. Jasszívra váhobár ulak médráv hiszdevi jasszívra kamár mi sose gajzizina össze tömlina ézekbe semen. Azt mondta a váhobár ulak, hogy miről van szó, hogy amikor megnyírják a bárányt, akkor miután megnyírták, és olyan mesztelen, akkor olajba mártanak ilyen vattát, umán nichin leálpa dachtak, de is nőt itt sztánen. És a homlokára kötik, hogy nehogy megfázzon. Ugye gondolom, hogy nem tudom, éppen a homlokában nem jó a vérkeringés, és ezért ott még fontosabb, hogy ott a hőmérséklet meg legyen tartva, nem értem pontosan. Mindenképpen ez erre a célra volt rákötve. És ez a hanunos. Erre azt kérdezi a Talmud, Amár elé a friz, de imkén a szisza márukva. Azt mondta neki a friz, de ne már. Tényleg? Nem mond, hogy a bárányokra így vigyázunk, mint hogyha márukva lennének. Márukva az egy nagy bölcs volt, akkor őt, hogyha nem akarjuk, hogy lázas legyen, hogy megfázzon, akkor lehet, hogy a fejére kötünk valami borogatást. De nehogy már a bárányokat is borogassuk. Erre Jasszira, papabár, smulat, mérdele a friz, vagy azt mondta, amár. Ő azt mondta, nem, itt máshol van szó.
בשושק ורעס לילה, תאים לו שני הזוקים של שם מניחים לאחד על פדחת או אחד כאן לרחם כדי שתסחמם. אז אני אומר כבר, כזה אין לני הבערן. אקור אז פוגנק קטי עם וטט, יש במרצ'ק אולייבה. אז איניקת ההומלוקרה קוטיק, המשיקות פדיג, המיכי הפולי. Azért, hogy ugyancsak, hogy valahogy az melegen tartsa, melegebb legyen neki, és jobb legyen. Amelé Rav Nachman imkén a sziszai állta? Azt mondja, nehogy már, azt mondta Rav Nachman, tényleg, így kényeztetjük a bárányokat, akkor olyanok, úgy viselkedünk a bárányjal, mint Jáltával, a feleségemmel. Jálta az egy, ugye Rav Nachmannak volt a felesége, gyakran szerepel a tanúk, egy okos asszony volt, és különböző hozzászólásai és tanításai voltak. De akkor azt mondja, hogy Jálta, hogy a szül, akkor persze, hogy rákötünk az dolgok, hogy melege legyen, mit, ne fázzon, és így tovább. De egy báránynál nehogy már erről legyen szó. Erre amara funda éjszak, hogy és be kárkei jám, de hanus maj. Ume vim kiszma, ume nichim lebe hőjt, ma kéde se titáset, se titátes, viplu dárnei rojsa. Azt mondja a Talmud, miről van szó, hogy van egy kis pálcika, egy különleges fából készült pálcika, és ezt földugják az orrába a báránynak. Miért? Azért, hogy habcizzon, tüsszentsen, és akkor tüsszent, akkor megrázza a fejét, és a fejéről leesnek a bolhák. Most erre azt mondtam, hogy ez nagyon jó magyarázat, de, ja, és miközben ennek ahhoz a szóhoz, hogy hanun. Hanun az azt jelenti, az egy fának a neve, egy bizonyos fának a neve, ami egy tengeri fa, a tengerparti fa, ami gondolom nagyon erősen irritál, és ezért jó a tüsszentés előidézéséhez. Azt mondja, hogy ez mind nagyon szép, nagyon jó. Csak itt a Talmud kifejezetten a nőstény állatokról beszélt, bárányról. Mi van a hímekkel? Azokat nem kell habcisztatni? Tüsszentetni? Kíván de me nákhéz harimbád dadé, mi mél a náflan? Erre azt mondja, hogy a Talmud nem. Miért? Mert a hímek azok így is úgy is egymással állandóan dulakodnak, és a dulakodás közben a fejüket mozgatják, és akkor leesnek róla a bolhák. Simon Nezira már kiszma, de ritma. Itt most a Simon Nezira azt mondja, hogy ez nem egy tengeri fa, hanem egy másik fa, aminek hasonló a neve, de a lényeg az ugyanaz. Mislemed a funed a hainu de ktani hanunos, elere bonon mai hanunos, de avdileu minszadem rachmi alájú. Azt mondja a Talmud, oké. Hogyha azt mondom, hogy itt ennek a fának volt Hanun a neve, akkor, akkor értem, hogy miért nevezzük úgy ezt a miért hívja a Misna ezt úgy, hogy a bárányok Hanunos, mert a fa, amivel a tüsszentést előidézem, annak Hanun a neve. De hogyha nem ezt a magyarázatot veszem, hanem azt mondom, hogy ez valami más jelent, vagy az, hogy rákötök ellés közben egy battát a fejére, meg a méhére, vagy azt, hogy a bolhák kiessenek a fejéről, leessenek a fejéről, de nem egy hanunfával csinálom. Mindezeknek magyarázatok rá, miért nevezem hanunosznak? Azért azt mondja, a Talmud, mert az a szó, hogy hanun, az azt jelenti, hogy kegyelem, irgalom, és mindezek a dolgok olyasmik, amelyeket azért csinálok, hogy mert sajnálom a bárányt. Ugye sajnálom, hogyha ellik, sajnálom, amikor megnyírtam, sajnálom, amikor megkönnyörülök rajta, amikor tüsszentettem, és így tovább. Én égel jöjjtszöbe gimoin, máj égel gimoin, amara funda bár nira, amara ráv, máj mása ne égel nisztem, de bocsánat, bár nira. Arra is szó volt, hogy a borjú nem mehet ki gimonnal. Mi ez a gimon? Erre azt mondta Rafuna, ez egy kis iga. Bárnyira. Mi ez a kis iga? Hogy a borjúra már elkezdenek egy kisméretű igát rárakni, hogy megszokja, hogy lehajtott fejjel, az igát viselve jön-megy. Amarável az, hogy máj másodáin gimonj nisnedi mikaf, dixiv halkaif bá gamonyra is. Akkor megint csak nem világos, hogy ez a kifejezés, az miért ezt jelenti. Hol találunk esetleg a Tanakhban, a Bibliában olyan helyet, ahol a gimon az ezt jelenti. Azt mondja, a gimon az a lehajtott fejet jelenti, és Ézsaiás könyvében
az 58-as fejezetben, ahol egy párbeszéd van a zsidó nép és az örökkévaló között, ott Isten ezt a kifejezést használja a zsidó népre, hogy a lehajtott fejűek. És a lehajtott fejűeknél kágamonrosó. Kágamon, a gimony, az ugyanaz a szó, és akkor ez a lehajtott fejet jelenti, és ezért nevezik a gimonynak nevelő igát, amit a borjúra tesznek. Lőj para be ajra kupar. Azt is mondtuk, hogy a következő törvény az volt, hogy nem mehet ki a sündisznó bőrével a tehén. Mi ez a sündisznó bőre? De a videle, a helyhédele, mit szújjai alé? Azt a tőgyére rakják a sündisznó bőrét, azért, hogy különböző károkozók ne támadják meg, és ne szívják a tőgyén a vért. És ezért ez egy ilyen védő valami a tőgyére. Lőjből szólás a vénkárnea, azt is mondja a Misna, hogy a szarvai közé kötött mosnival sem mehet ki. Ile ráv bénle noj bénle sámér asszul, és muel noj asszul a sámér mutatja. Szóval erről korábban már, és a Talmud ezt most idézi, hogy itt ráv szerint ez azt jelenti, hogy semmilyen szarvai közé kötött masnival nem mehet ki. Smuel azt mondja, hogy csak azzal a masnival nem, ami esztétikai okokból lett rákötve a szarvára. De olyasmi, ami azért lett rákötve, mert ezzel egy extra védelmet tudunk biztosítani, bár a tehénnek, szarvasmarhának nem kell, hogy nem kell vezetni kattáron, mert ő elég, hogyha csak mögötte megy a pásztor, de időnként, ahogy ezt már tanultuk, rákötnek valamit a szarvai közé, és ezzel tudják irányítani, vagy húzni. Azt mondta a Misna a legvégén, hogy Rabbi Elazar ben Azárjának a marhája, az kiment közterületre ilyen masnival, és ennek a bölcsek nem örültek. Most itt egy kontextus próbálja a Talmud tisztázni. Azt mondja, hogy hát para hávjelé? Ez ugye a Rabbi Elazar ben Azárjának a tehene, mint hogy csak egy tehene lett volna. A Amarav Amrilé, Amarav Júda, Amarav. Akkor azt tanultuk, hogy azt szokták volt mondani, Trészár Alfé Egli Havimá Asszé Rabbi Elazar ben Azárja me Edré Kol Sáta ve Sáta. Hogy Rabbi Elazar ben Azárja olyan gazdag volt, és marha tenyésztéssel foglalkozott, és olyan gazdag volt, hogy minden évben 12 000 marhát ajánlott föl a tehénként. Ami azt jelenti, hogy minden évben volt 120 000 új marhája. Ez egy komoly mennyiség, még mai szemmel nézve is. Akkor mi az, hogy a tehene kiment masnival? Egy tehene volt? Volt 120 000 tehene. Tána, lojs, lojhajszál, és én azt hajszál, azt mondtam, nem. Itt nem az ő tehenéről volt szó való, mert neki nem egy tehene volt, hanem nagyon sok. Hanem a szomszédasszony tehenéről volt szó. Mint ők se, lojj, mihaba nikrösses majd. És az történt, a szomszédasszony tehene az rendszeresen kiment a közterületre így a masnival a szarván, és Rabbi Elkanan nem utasította ezt vissza, nem figyelmeztette, hogy ez tilos, és ezért kiérdemelte, hogy az ő tehenének nevezzék. Most ebből mit látunk, és ez lesz az átvezetés a következő részre, aminek a nagyobbik részét már csak holnap fogjuk tanulni, ami egy sokkal teoretikusabb, vagy sokkal elvibb, elméletibb kérdés, hogyha valaki, meddig tart a felelősség? Felelősség csak a saját dolgaimra vonatkozik, vagy nekem felelősségem van olyan dolgokkal szemben is, ami nem az enyém, de meg tudtam volna akadályozni, vagy közbe tudtam volna lépni, tudtam volna hatással lenni rá. És ebből a történetből, hogy Rabbi Jochanan szomszédasszonya az a masnival a szarván kiengedte a saját tehenét, és mivel Rabbi Jochanan ezt nem utasította vissza, nem szólt neki, nem figyelmeztette, ezért úgy nevezzük onnantól fogva, mint hogy ez az ő tehene lett volna, azt látom, hogy akkor ezek szerint a felelősség az tovább tart, mint a saját ügyeim. És erről lesz szó. Csak mielőtt ebben még belemennénk, egy megjegyzést tesz a Talmud, és azt mondja, hogy minden olyan hely, ahol együtt van említve Hanina rabbi, Jochanan rabbi és Chaviva rabbi,
azt ott egy hibáról van szó, mert ez nem Johanan rabbi, hanem Jonatán rabbi. Mert Johanan rabbi nem élt az ő idejükben, tehát nem lehet, hogy együtt voltak, hanem Jonatán, és itt valószínűleg egy elírás az, ami ezt okozza. De most térjünk vissza ehhez, hogy meddig tart a felelősség. Talmud azt mondja, kol mi se efsen le máhész lánsem be iszaj, vilaj miha nit paszal a lánsem be iszaj. Ha az embernek minden olyan esetben, amikor az ember a saját háza népét meg tudta volna nevelni egy jó irányba, és nem tette, tehát lehetett volna rájuk hatása, és nem tette, akkor a háza népének a bűneiért ő is felel, mert felelőssége van, ő neki hatással kellett volna rájuk lenni, és nem te volt, ezért felelősséggel tartozik. Be ánsé iroj, mit faszel ánsé iroj? Hogyha nem csak a háza népére tudott volna hatással lenni, hanem egy egész városra, és a város vétkét meg tudta volna akadályozni, ha teszel az ellen, hogy vétkesek legyenek, akkor ő felel az egész városnak a bűneiért. Halajlom kulaj, mit paszkolajlom kulaj, és a pedig olyan hatása van, olyan központi, közéleti figura, hogy az egész világra tudott volna hatni, hogyha fölemeli a szavát, akkor az egész világ bűne rajta ég. Szóval az egész világ bűnével el kell számolnia. Amarav Pape vahanim de dveire is galusza nitpeszu alkulálma. És azt mondta erre Rav Pape, igen, nézd meg, a diaszpóra fejei, azok az egész világ bűneiért felelnek. Ugye a diaszpóra fejei, meg az egész világ, ez mit jelent? Az egész világ az nagyjából jelentette Babilóniát, és most kifejezetten a babiloniai zsidóságról beszélünk. Ugye ott volt a zsidó közösségnek ebben az időben a központja. A diaszpóra fejei pedig azok a zsidó vezetők voltak, akiket a babiloniai király kinevezett a zsidó nép fejedelmének, és ő felelt a zsidóságért. Most, hogyha ezek a vezetők, ezek nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a közösség ne essen bűnbe, akkor az egész közösség bűnéért felelnek. Ugye ez egy nagyon mély és fontos gondolat, mert tulajdonképpen azt jelenti, hogy az, amit gyakran szoktak mondani, hogy a legnagyobb, ugye a holokauszt kapcsán szokták mondani, hogy Elie Wiesel azt mondta, hogy a legfájdalmasabb az nem a, bűn, nem a velünk szembeli tettesek voltak, hanem a közömbösség. A legnagyobb, nem is így fogalmazott, hanem azt mondta, hogy a legnagyobb veszély az nem a rossz indulat, hanem a közöny. Az emberek többsége nem rossz indulata volt, hanem közönyös volt, közömbös volt a zsidókkal szemben elkövetett bűnökkel szemben. És ez egy általános igazság. Az ember gyakran menekül abba, hogy azt mondja, hogy nem az én dolgom, elnézek, a másik irányba nézek. És itt mit mondott Talmud? Minden olyan esetben, amikor megtetted volna, hogy nem a másik irányba nézel, és tudtál volna hatni az ügyre, és nem tetted, akkor ezzel az egésznek a felelősségét is magadra veszed. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Egy gyönyörű, szép, tavaszi, sikeres napot kívánok mindenkinek. Holnap reggel ugyanebben az időpontban, ugyanitt találkozunk, folytatjuk.